Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Fehérvár Televízió, és mondjuk úgy, hogy a készülékek mellett. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy rengetegen tartanak velünk vadonatúj műsorunkban, a Hangvilla című magazin műsorban. Talán akik követik a Média Centrum eseményeit, azok tudják, hogy a Vörös Marti Rádióban volt már alkalmunk, volt már lehetőségünk találkozni, beszélgetni remek zenészekkel, hangszereket és zenei stílusokat bemutatni. Na, úgy gondoltuk, hogy a zenét nem csak hallgatni, hanem látni is kell, ezért kiváló zenész barátainkkal úgy döntöttünk, hogy megmutatjuk önöknek a zenét. És most szószoros értelmében gondolom mindezt, szóval még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket, tartsanak velünk Hangvilla című magazin műsorunkban. És azonnal nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Csorba Pétert, aki a mai nap folyamán ebben a beszélgetésben nem csak mint beszélgető partnerem, hanem mint zenésztársam is felbukkan majd, hiszen remek muzsikusról van szó. Peti, szeretettel köszöntelek, szervusz! Szia, én is üdvözlöm a kedves tévénézőket. Úgy tudom, hogy most egy kicsit a hangszerről fogunk majd beszélgetni. Megleplek, a dobról. A dobról fogunk beszélgetni, ami a te kedvenc hangszered. Mikor készültem erre a beszélgetésre, nagyon sokat gondolkodtam az első kérdésen, hiszen áruljuk el a kedves televízió nézőknek, hogy mi nagyjából 20 éve már, körülbelül 20 éve együtt zenélünk. Jó. Megjártuk már az ország legnagyobb és legkisebb színpadait is, rengeteget utaztunk, ismerjük egymást, ahogy szokták mondani, mint a rossz pénzt. És én egy picikét azért ismerem az előéletedet, de mégiscsak azt kellene kérdeznem legelőször, azt illenék, hogy hát Péter, hogy találkoztál te a dobbal? Hát igen. Mert tudom, hogy ennek kacifántos története van. Igen. Tulajdonképpen én gitározni szerettem volna gyerekkoromban, és volt egy bátyámékkal egy zenekar, amiben Beatles dalokat kezdtek el tanulni, és én is tanultam pár dalt gitáron, mondván, hogy na akkor alakítunk egy zenekart, de közölték, hogy gitáros már van, és történetesen ő jól is játszott a hangszeren, így aztán maradt a dob, amit először nem is szerettem volna igazán, nem annyira tetszett, de csináltak egy poént, benevezték ezt a kis csapatot, akkor Halhatatlan Beatles Fesztiválnak hívták ezt a történetet Budapesten, és hoztak egy cseh gyártmányú kis dobot, és akkor láttam először dobot életembe. Úgyhogy mondták, hogy ezen kellene igazából játszani zenekarba velünk, és két hét múlva Budapest Petőfi Csarnok szabadtéri nagy színpad. Így kezdődött. Az igaz, hogy egy kukoricatáblába belezavartak, hogyha nem leszel dobos, akkor igen. Nem jöhetsz vissza próbára? Igen, ez így történt. Aha. Jó, hála Istennek, hogy ott volt az a kukoricatábla, hála Istennek, hogy dobos lettél. Mai műsorunkban, kedves televízió nézők, ahogy azt már a felvezetőben is említettem, nem csak a vendégek pályafutásáról, élettörténetéről beszélgetünk, sőt, hanem leginkább a hangszerről, amit ti hoztatok, igen, amiben egyébként láthatunk is benneteket. Úgyhogy most jöjjön egy dal, amiben te vagy a főszereplő, és a dal után pedig beszélgetünk tovább. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Was mine, joyous, free, and very life. For so was mine. Sad am I, glad am I. For today I'm dreaming of yesterday.
Hangvilla. Ne csak hallgass, nézd is. Hölgyeim és uraim, kedves televízió nézők, folytatjuk tovább Hangvilla című magazin műsorunkat. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük még egyszer azokat, akik itt vannak. Hát az előzőekben egy dalt láthattak a televízió nézők. Peti, ebben te voltál a főszereplő. Mutassuk be ezt a dalt, de azért azt is mondjuk el, hogy a Gorzium Művészeti Szakgimnázium remek tanári zenekara produkálja ezt a tanári zenét, ezt a tanári muzsikát, és azonnal mondjuk ki, hogy például aki ebben a művészeti iskolában muzsikálni kezd, ha nem vigyáz magára, ilyen szintre juthat. Akár. Peti, mi volt ez a dal, mit kell róla tudnunk? Igen, most jelen pillanatban a jazz világából próbáljuk megmutatni a hangszereket, és ezen belül itt elsőként a dob kerül színpadra. A dal, amit hallhattak, az egy jazz standard volt, egy örökzöld, ami Yesterday's címet viseli. Ezen belül játszottunk egy rövid kis dobszólót, illetve játszottam, aminek hát folyamodványa van, mert igazából itt már lehet arról beszélni, hogy mivel játszottam, és hogyan. Uh-huh. Ugye a jazzzenén belül a dobfeszerelésnek a fejlődése, illetve a technikai fejlődése az, ami nagyon fontos. A játékmódja például ugye a 20-as évektől már beszélhetünk dobfelszerelésről, mert tudnélik Amerikában azért az 1900-as évek legelejétől már alakultak nagy zenekarok, de még több létszámú, nagyobb létszámú ütős volt az, aki a ritmus szekciót alkotta. Tehát több dobosból, vagy több ütőhangszeres, így van. És aztán az idők folyamán, ez olyan 1925-től már lehet mondani, kezdett kialakulni az, hogy egy ember is képes lehetne több ritmust játszani, négy végtagunk van egyéb, és köré építeni egy kvázi dobfelszerelést, hát ott még nem teljesen beszéltünk erről, de már többféle dobot raktak össze. Ennek ugye az előtörténete, hogy minden dob, ami a mai dobfelszerelésben szerepel, az tulajdonképpen máshonnan, más korszakból jön, mások a gyökerei, illetve földrajzi szempontból is mások a gyökerei. De visszatérve, ezt megpróbálták összeállítani. Például van itt egy speciális cintányér, ami kettő cintányérból áll, két egyforma méretű, de nem egyforma hangú és vastagságú cintányér, össze van fordítva egy különleges mechanikával, amivel rugó ellenében mozgatható a felső tányér. Ez az összeéréssel ugyanazt a hangot produkálja, mint egyébként a klasszikus nagyzenekarokban az összeütött két nagy cintányér, ez ennél kisebb méretű, sőt a 20-as években ez még kisebb volt, és minek utána jött egy olyan műfaj, amit aztán Charleston néven ismertünk, ez egyébként ez tánc zene volt, ott kezdték el használni, mint ellenpontja az alapritmikának. Minek utána az alapritmikát pedig a nagy dob adja, amit itt láthatunk, ő pedig arról híres, hogy a nagy zenekarok, a klasszikus nagy zenekarokban jelent meg legelőször. Először ezt vitték, ugye? Tehát az első... Ott még nem tartunk, ez még korábban a klasszikus nagy zenekarok alkalmazták, csak dinamikai felhangja volt igazából a használatának. Aztán a katonai zenekarok kezdték el használni, és úgy, ahogy mondod, vitték is. De aztán, amikor úgy adódott, hogy ezt egy ember kell, hogy kezelje több más dobbal, akkor kitalálták, hogy ezt lehetne egy pedálszerkezettel működtetni, és akkor kitaláltak egy ilyen rugós szerkezetet, amivel bal vagy jobb lábbal függően attól, hogy jobb balkezes, üti a lábdobot. Peti, én úgy érzem, ahogy beszélgetünk, és ahogy egyébként erről beszélgettünk már, hogy a dob egy folyamatosan fejlődő, igazából ebben a fejlődési íven talán sosem meg nem álló hangszer. Nézzünk meg egy zenei bejátszást a szólódra nézve, hiszen a dobon, bár a dob egy kísérő hangszer alapvetően elsősorban, de mégiscsak vannak szóló részek, szólisztikus megjelenések a dobosok szempontjából is, úgyhogy most ide vonatkozóan egy bejátszás, és utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hát mivel ütötted meg a dobfelszerelést.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Péter, az előbb azt láttuk, hogy főszerepbe került a dobos. A dobos, aki egyébként pedig mindig a zenekar, hát mondjuk, hogy hátsó szekciójában, ha úgy tetszik, tényleg a legnagyobb alázattal dolgozik, hátul ritmus szekciót képezve. Az előbb tehát egy dobszólót láthattunk tőled, amit dobseprűvel játszottál. Szerintem van rá lehetőségünk, hogy megmutassuk a televízió nézőknek, hiszen ott a pergődobon ott pihen két darab dobseprű. Ezt megmutatom. Ennek több formája van. Ez egy speciális behúzható, nyélbe behúzható dobseprű, amelyeknek fémszálai vannak. Ez a klasszikus. Uh-huh. Ezt ugye azért alkalmazták, mert elsősorban a dob volt a zenekar leghangosabb hangszere, akusztikus értelemben. És próbáltak a dobos játékosok azon szofisztikálni, hogy hogy lehetne halkabban kísérni. Főleg ugye 90%-ban énekes vagy hangszeres szólistákat kísértek, és némelyik tekintetben mondjuk a klasszikus dobverővel ez hangos. És ezért kialakult ez a dobseprű. Ennek majd mindjárt még mutatok a pergődobról is kis nüanszokat. A lényege az, hogy seprő mozdulatot végzünk ezzel. Hát letakarítjuk a pergődobot. Akár. Ennek segítségeképpen van egy olyan dobbőr is, ami ezt elősegíti ennek a hangját. Uh-huh. Ez egy festett dobbőr, és a festék maga úgy van kialakítva, hogy egy ilyen sistergő hangot produkál. Ennek aztán lett egy játékmódja, amivel a dalokat lehet kísérni. Ha egy ügyes háziasszony nem vigyáz, és letakarítja a dobfelszerelést, ritmusban teszi, akkor ő már egy jó dobos. Akkor ez tökéletes. Na, jó. Így van. Majd mindjárt még, mint említettem, a pergőről is beszélünk. De a dobszólóra pedig visszatérve, úgy kezdődött az egész, hogy voltak steptáncosok, akik a dalok szóló hangszerek mellett, ő is szolisztikus ütő hangszerként működve, speciális cipővel ritmikákat táncolt. És ez annyira megtetszett az akkori dobosoknak, mivel nem volt jellemző az, hogy ők ki ugorjanak a zenekarból, játékmód tekintetében, ezért megpróbálták leutánozni. Aha. És a steptáncosok ritmikai dolgait, dinamikai megjelenéseit próbálták visszajátszani, sőt, aztán kialakult egy olyan, hogy felváltva szólóztak. Táncolt egy sort pedig a dobos játszott. Kérdezfelelek játékot játszottak. Ez persze a hangszerekre is igaz volt, a szóló hangszerekre, de alapvetően ugye kísérő hangszerként így kezdődött a dobszóló, és egy hasonló játékmódot próbáltunk bemutatni, hogy szóló hangszerek és a dob válaszol. Tehát ez a felelgetős játék így gyakorlatilag. Van. Peti, nagyon röviden pár szót ejtsünk a dobverőről is, hiszen ugye most a seprőről beszélgettünk, és a szólódban is a seprű került előtérbe, igen, de hát van az a két kis evőpálcika, amiről olyan sokat beszélgettünk már. Mutassuk be gyorsan a televízió, igen, nézőknek. Hát,
ugye a dobseprő egy későbbi történet. A dobverő, ez a klasszikus. Hát ez tulajdonképpen nagyon-nagyon régóta már hasonló formájú. Amit érdemes tudni, az ugye jelen pillanatban a modern dobfelszerelésekhez rengeteg típusú dobverőt lehet vásárolni. Játékmódtól, hangzástól, illetve még a kéz technikától is függően vastagságot, átmérőt, illetve a dobverők fejét különböztetjük meg. Itt aztán a rockzenétől a jazzen át minden zenei stílushoz mást lehet használni. És a dobverők számtalan formája létezik. Léteznek műanyagfejű dobverők, amiknek sokkal keményebb hangja van. Létezik filcfejű verő. Ezt még a nagy dob kapcsán a klasszikus zenekarok az üsdobtól örökölték, de azok is könnyű zenei zenekarban abszolút használhatóak. Nyilván megint csak egy lightosabb vagy szoftosabb játékmódot ad. Tehát ők a dobverők. Ők a dobverők. Peti, nagyon-nagyon sokat tudnánk beszélgetni még a cintányérról, nagyon ez sokat biztos. Tudnánk beszélgetni, amiket szóba se hoztunk a kisebb-nagyobb tamokról, amiket ugye láthatunk még itt. Lesz erre még alkalmunk, hiszen Hangvilla című érzékenyítő magazin műsorunkban bizonyára találkozunk, mégis bizonyára beszélgetünk még a dobról, de engem az érdekelne, és bocsáss meg ezért a kérdésért, hogy léteznek-e még jazz dobosok, hiszen a Hungária óta tudjuk, hogy multimilliómos lesz a jazz dobos, ugye ismerjük ezt a kifejezést. A kérdésem nem véletlen, hiszen remek tanáremberként oktatod a fiatalságot a már említett Gorzium Művészeti Szakközépiskolában. Röviden foglaljuk össze, hogy milyen érdeklődés mutatkozik ma a diákok és úgy egyáltalán a gyerekek szempontjából a dobolás felé. Hát iskolánkban igazából ugye a kezdő kategóriától haladó, középhaladóig oktatunk, illetve van ugye szakképzés is, és aztán ez tulajdonképpen felkészítő a főiskolára, és a főiskolán jelen pillanatban lehet jazzt tanulni, jazz dobszak is létezik. Tehát akkor lesz még multimilliómos jazz dobos. Igen, még léteznek, bár abban a formájában, ahogy elkezdtük a beszélgetést a 20-as, 30-as évektől a dob fejlődésével, és akkor erről még majd később lesz szó, olyan formában már valószínűleg a játékmód az úgy kell mondjam, hogy a közönség nem igényli. Tehát nagyon sokat fejlődött, a technika is nagyon sokat fejlődött. Az, hogy örökzöldeket játszunk, már azt jelenti, hogy a diákoknak is egy kicsit a mai szemszögből kell megközelíteni, tehát már úgy tanítjuk, hogy ez a klasszikus játékmódja, de lehet modernül is játszani, attól még, hogy örökzöld át lehet gondolni egy-egy dalt, ők már inkább így tanulják. Peti, mi reménykedünk, legyen egy következő dobos generáció. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél ebbe a beszélgetésbe, és köszönjük ezeket a remek zenei felvételeket, amiket láthattunk. Mi is köszönjük a lehetőséget. A televízió nézőknek nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és ne feledjék el, Hangvilla pontosan egy hét múlva, ugyanebben a műsorsávban, ugyanezen a csatornán, hívjuk önöket akkor is, további szép napot, viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.